Vendéget köszönthetek a stúdióban, Kerényi János Pécsváros alpolgármesterem. Szeretettel üdvözlöm. Jó reggelt kívánok. Alig 24 órája, hogy önök hazatértek Kárpátaljáról. Ön is azzal a konvojjal tartott, ami a segélyszállítmányt vitte a rászorultaknak. Mik voltak az első benyomásai? Hát az itthoni élményeimről mind első benyomás. Ezek rendkívül kellemesek voltak, illetve ez csúnya szó ebben a szituációban azt használni, hogy kellemes. Inkább megnyugtató. Megnyugtató és büszkeséget adó, hogy Pécs polgárai milyen rövid idő alatt milyen hatalmas mennyiségű árut gyűjtöttek össze, mikor meghallották a hívószót, hogy baj van, és itt most segíteni kell. Hát ez volt az első élményem ezzel az üggyel kapcsolatban. A többi magáról az útról nem szívesen beszélek, mert voltak egész pici kellemetlenségek, de hát mindennel ez is előfordul. Kín nagy öröm volt átadni az adományokat, és azoknak sikerült átadni az adományt, kik várták ezt a küldeményt, hisz mi Pécsváros akaratából mentünk, és ez az akarat arról szólt, hogy biztos helyre, kijelölt helyre vigyük a szállítmányt, és ott adjuk át. Azt hiszem nem árt egyáltalán megerősíteni, akár többször is ezt az információt, hogy valóban rászorultak kapják akkor mostantól a segélyeket. Ezzel ellenkező híresztelések is szárnyra kaptak az elmúlt napokban. Én nagyon rossznak tartom, hogy önt idézem az ellen, ezzel ellen, vagy ilyen híresztelések szárnyra kaptak. Nem szabad erről beszélni, ne beszéljünk erről. És azoknak az embereknek a szándékait csökkentjük, akik segíteni akarnak, ők adományokat akarnak adni, és úgy akarják, hogy ez a megfelelő helyre megy. Minél többet beszélünk róla, annál nagyobb kárt teszünk. Azt kell mondani, mind ami az igazság is, hogy aki akarja, el tudja juttatni arra a helyre, ahova szánja. Mire van most a leginkább szükség Kárpátalján? Mindenre. Mindenre, hisz amikor jött az ár, egy pár órával előtte tudták meg a lakosok, hogy itt a víz. És most Mezőváriról beszélek, mely település 11 órakor öntött el az ár, és délután 3 órakor még az emberek dolgozgattak kint a kertbe a ház körül, és nem akarták elhinni, hogy baj van. Szóval az elmúlt években annyiszor mondták már, hogy baj van, és vitték el őket, és utána egy nap múlva vissza, hogy a 6 órakor megjelenő teherautóra egy szál melegítőbe ültek. És azt hitték, hogy ez újra csak ez a tipikus farkas kiáltó. Igen. De most nagy baj lett, és amikor látták, hogy jön a víz, akkor a Borzagátjára mentek, de nem figyeltek hátra, hisz nem mondta nekik senki sem, hogy mekkora a baj, és hátulról a Tisza gátja elszakadt, átszakadt, és hátulról öntött el a falut. Bár nagy segítséget sem kaptak, hisz összesen 20 homokzsák állt rendelkezésükre az árral szemben, és terményeiket gyorsan fölvitték a padlásra, és ezek vályogépületek. És megterhelték az épületet, a víz följött 4-5 méter magasra, kiáztatta a falakat, és megrogyott az épület. És egy szár ruhába. És a kérdés arról szólt, hogy mire van szükség. Tartós élelmiszerre. Hisz most jön a tél, ők csak a segélyekből, a támogatásokból kell megélniük tavaszig. Nem számíthatnak másra. Nincs más. Csak a támogatás, a segély, ami mindenhonnan a világból kell, hogy menjen. Humicsizma, meleg ruha, szerszámok, áronfejlesztők. Tehát inkább tárgyi eszközök, amik... Igen. A esetleges pénzadományokat mennyire tudják ők átkonvertálni? Tudják hasznosítani? Nem merek erről semmit sem mondani. Nem tudom. Tehát inkább a tárgyak. Én most ebben hadd ne nyilatkozzak. Nem szeretném rossz útra vinni a dolgot. Nem akarom azt mondani, hogy ne pénzt is. Nem. Megvannak a szervek és szervezetek, akik napi kapcsolatban vannak, és tudják, hogy mire van szükség. A határon túli kormányzat mennyire segít, illetve mennyire hagyja magára az ottani árvízkáros utakat most? Én annyit tudok erről beszámolni, hogy minket várt már a járás és a megyei elnök, ki közölte velünk, hogy melyik központi raktárba kell vinni ezt a szállítványt, hisz központilag akarják elosztani.
És van ennek igazságtartalma, mert az elmúlt időszakban az emberek kint dolgoztak a gáton és mentették értékeiket. Ők nem tudtak az adományokért sorba állni. Az a Link Troger csibész, aki nem dolgozott, az beállt a sorba többször is, hozzájutott az adományokhoz, és nem mindig a jó célra használta. Ezért támogatandó az, és jó az az elképzelés, hogy jegyekre adják majd ezeket a támogatásokat. Én magyar autókkal találkoztam kint, ukrán katonákkal, és találkoztam a fővárosi polgárvédelmi kollégákkal, akik egy kórházt üzemeltettek Magyarvárin. Más autókkal nem találkoztam, és nem tudom, hogy honnan várhatnak ők még segítséget. Az adományok gyűjtése során mit tapasztalt? Kik azok, akik adakoznak? Kik azok, akik egyből ugranak és segítenek? Mindenki. Ez jó érzéssel tölt el, hiszen ez azt jelenti, hogy bajban számíthatunk egymásra. És ez egy jó dolog. És ez egy jó végszó. Köszönöm szépen. Köszönöm.